Üdvözlök mindenkit, én Killing2007 vagyok, és a mai videóban be fogom mutatni nektek a Minecraft telefonos verziójában ezt a faházat, amit én építettem. Igen, és akkor kezdem is a bemutatást itt a külsővel, ugye. Ahogy láthatjátok, itt az alsó szintről lehet felmenni, opa. Az alsó szintről lehet felmenni lépcsővel, és ugye aztán itt is van a ház, hát nem a legszebb, de kicsi és sok minden elfér benne. Plusz itt még van egy tető, ami nem, de semmit sem csinálni, csak sétálni, de attól még itt van, mert van. Aztán, hogy itt lejövünk. Igen. Közben itt átváltok kalandmódra. Szóval, hogy itt végig megyünk, akkor látjátok, ugye itt vannak a slime blokkok, amik a lejutáshoz szükségesek. Itt van a kutyánk benne csonttal és steakkel. Aztán itt van egy kicsi kert, és hogyha itt szépen felmegyünk a lépcsőn, ami jó sok időbe fog telni, de nem baj, mert úgyis kivágom. Na hát itt fent is vagyunk közben, és tudjuk elképzelni, hogy itt akkor felmegyünk a létre, itt van az alapszint, sok minden található, itt ugye láthatjátok, van egy páncélállvány, van a festmény, ládák, crafting table, kemence, olvasztó kemence, van egy üllő, ugye főzőállvány, és még festni is itt az ágy, persze, ugye? Szóval gyorsba alszunk egyet. Közben itt elmondom, hogy volt blitzes videó, ma még nem várható, de ha minden igaz, akkor holnap már lesz. És annyit spoilerezek, hogy új tank is lesz benne, szóval javasolt majd megnézni. Közben itt folytatom a bemutatást, hogyha kinyitjuk, akkor itt van egy enchant asztal körülötte, ugye, könyvekkel. És hogyha itt fel... Ja igen, persze. Itt még annyi, hogy itt vannak ugye a színebálák. Miket, hogyha kinyitjuk, akkor kapunk belőle itt cuccas, amiből lehet kenyeret csinálni. Na ugye, közben itt, hogyha kijövünk, akkor csak azért van, hogy szép a kilátást, azt jól van. És hogyha visszamegyünk, és nem szeretnénk lelépcsőzni, viszont nem is szeretnénk úgy leugrani, hogy megüssük magunkat és meghaljunk, akkor itt van ez a gyors ilyen lejutási folyamat. Fogjuk ugye itt az ilyen üveglapból, kikeressük a kék színűt, ami eléggé látszik. Fogjuk, felmászunk, és itt a slime dog, szóval ennyi. Így szépen lejövünk. És hogyha esetleg az utunk az alvilágba vezetne, mint a Netherbe, akkor itt szépen, hogyha lejövünk, akkor itt is van a portál, és lehet átmenni. Szóval tök hasznos kis ház. Igen, tényleg nem lehet ugrani, csak kreatívva, nem baj. És akkor ugye itt még van a kert, mindenféle magokkal, szóval van itt vetőmag, céklamag, tökmag, itt láthatjátok, nálam most épp tökmag van, ami itt van, azt hiszem, itt a vetőmag, talán céklamag és ott a dinnyemag. Igen. Aztán gyorsan itt átváltok kreatívba, hogy tudjak repülni. Hogy láthatjátok itt, hát hogyha itt a ház alját megnézzük, akkor nem a legszebb. Majd próbáltam itt diszizeni ilyen kis tartószlopszerűségekkel, de azért még... Mindegy. Szóval azért könyves polcok, meg az enchant asztal az itt látszik. De
De hogyha itt távolról nézzük, szóval így a ház elejét, mondjuk azt erről a fáról, innen a tetejéről, akkor innen egyáltalán nem látszik, hogy lenne könyvespolc, vagy enchantasztal. Szóval ez így is van, jól? Igen, hát ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Én Kilin 2007 voltam. Sziasztok!